Január 28-án avatták fel a Télutcai Rácz-Gyöngyi Közösségi Központban. Dr. Rózner László, nyugalmazott jogász, önkéntes szociális segítő márvány emléktábláját. Egy éve hunyt el Rózner László, Raoul Wallenberg és Újpest érdíjas jogász, az Újpesti Zsidó Hitközség egykori elöljárója, az Újpesti Cigány Nemzetiségi Önkormányzat önkéntes szociális munkása. Az évforduló alkalmából a cigány önkormányzat megemlékezést tartott, melyen előbb Molnár István Gábor elnök méltatta az önzetlenségéről, tenni akarásáról, segítő szándékáról ismert holokauszt túlélő Rózner László érdemeit, akinek tevékenysége kiterjedt a jogi tanácsadásra, a munkaügyi regisztrációra, az álláskeresésre, önéletrajzok írására. Önként végzett munkájához tartoztak a bírósági keresetlevelek, fellevezések, beadványok megírása, vagy a nyugdíj és a szolgálati idő kiszámítása. Minden hozzáfordulónak önzetlen, ellenszolgáltatás nélküli segítőkészséggel állt rendelkezésére. Szerdóci Ervin újpesti rabbi és Csóka János Pál a Fővárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kollégaként és barátként emlékezett meg Rózner Lászlóról. A 80 esztendős korában elhunyt nyugalmazott ügyvéd önkéntes segítő emléktábláját Nagy István alpolgármester és Csóka János Pál leplezte le. Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, Szőlősi Marian az Újpesti Városvédő Egyesület elnöke, valamint barátok, ismerősök, egykori ügyfelek helyezték el a kegyelet, az emlékezés koszorúit, virágait.